Az első forduló első mérkőzése következik, tehát itt Zolléban is természetesen a mai délután folyamán sem egyedül nézem ezeket a mérkőzéseket. Itt van velem állandó szakkommentátorunk, Barta Zsolt, szia Zsolti! Szervusz Viktor, sok szeretettel köszöntöm a kedves nézőket, 180-akban és 9 nyilasokban gazdag délutánt kívánok. Az a helyzet, hogy a mai délután folyamán 7 mérkőzésünk lesz, ennek oka pedig a következő. Nemrég derült ki, mi is nemrég szembesültünk azzal, hogy a Jim Williams Richie Edhouse mérkőzés elmarad, mert a Jim Williams visszalépett a tornáról, és így Richie Edhouse játék nélkül lép a következő fordulóra, vagy fordulóba, és egyébként is, hát nyugodtan mondhatom, hogy megszokott módon vannak olyan játékosok, akik már eleve, már korábban bejelentették, hogy nem fognak indulni, így az ő pótlásuk megoldott volt, így nem indul Johnny Clayton és Luke Humphries sem ezen a hétvégén, úgyhogy őket nélkülözni kell, viszont a világ elit rajtuk kívül itt lesz és színpadra fog lépni. Zsolti, mit gondolsz az első mérkőzésünkről? Azért általában megszokhattuk, hogy pénteken nem a legnagyobb nevek állnak délután a színpadra. Ezúttal is ez a helyzet. Mit vársz ettől a mérkőzéstől? Hát megmondom őszintén, hogy egy kicsit a régiónk irányába szeretnék elmozdulni ennél a párosításnál, bár a szakértők, illetve a sportfogadó irodák inkább az ír Steve Lennon tartják esélyesnek. Viszont Boris Kröcsmáról már többször bebizonyosodott, hogy képes a nagyon-nagyon komoly meglepetésekre, rengeteg komoly skalp van már neki behúzva a kis listáján, és én nem tartom kizártnak azt sem, hogy annak ellenére, hogy 2-10-es szorzót adnak a horvát sikerére, akár ő jusson tovább ebből a párosításból. Én megmondom őszintén, hogy egy picit ennek jobban is örülnék, de nyilván ez nem szimpátia szavazás, hanem teljesítmény alapon kell, hogy eldőljenek itt a dolgok. Az biztos, hogy azért már most így elnézést kell kérnünk, hogy jól hallhatóan, sajnos ilyen asszinkronban vagyunk, úgyhogy kicsit kiesik a hang a képhez képest. Remélhetőleg ez majd megjavul előbb vagy utóbb. Most így foglalkozunk ezzel a dologgal, de sajnos ezzel most mi sem tudunk mit kezdeni, úgyhogy koncentráljunk ettől függetlenül a dartsra, mert hogy a játék minősége 100. jó, akkor minden más tényező háttérben marad, és nem kell vele foglalkozni. Már pedig egyelőre nincsen probléma a játék minőségével, mind a két játékos hozza triplás 100. köröket, sőt Lennontól most ott van egy két triplás, 135-tel 70-re érkezett meg. Kröcs már ezekkel a százakkal nagyon szépen lépked lefelé, viszont lehet, hogy ez kevés lesz, mert Lennonnak a 70-et azért meg lehet oldani, így két nyíl a duplára, egy elég is. Már is, egyből 14 nyilas játék, hiába dobott Boris Kröcs már egy úgynevezett uncsit, ezt mondja, mi kereszteltük el Molnár Lacival, négy darab százas egymás után, és folytatja tovább, ez az ötödik. Kereken százas az átlag a jelen pillanatban Boris Kröcsmának minden tekintetben. De nyilván előbb-utóbb megérkeznek nála is a két triplás körök, akár a három triplások is. Az biztos, hogy az idei European Tour szereplések alapján kellene véleményt mondani, hogy ki milyen formában van, akkor nagy bajban lennénk, mert Kröcs már ugyan egy European Tour fordulón ott volt már, egészen konkrétan a harmadik állomáson lépett tábla elé, ott pedig 100. egy meccset megnyert, meg Luke Woodhouse legyőzte a pénteki napon, viszont aztán szombaton Dirk van Duivenbode-tól egy igazán jó kis mérkőzésen 6-5-re kikapott, tehát ott megszorongatta a hollandot. 100. Viszont Steve Lennon egyik European Tour fordulón sem volt ott idén, úgyhogy ő 2022-ben most először itt a sorozatban. 52-vel folytatja Lennon. Kéz a kézben. Kicsit blamának mondható egyébként Lennontól, mert mégiscsak a Tourcard qualification versenyeken vesz részt, tehát 7 alkalma volt már ez előtt is kvalifikálni, 7-szer indult el olyan fordulóban, ahol ugye mindösszesen 2 meccset kell nyerni ahhoz, hogy az egyik European Tour forduló kvalifikálja magát, és így egyiken sem sikerült ezt megugrani egy top 50-es játékosnak, szerintem ez azért egy picit blamának mondható. Hát lehet az akár 3 mérkőzés is, ugye általában 96-tól indulnak, de elő szokott fordulni, hogy többen vannak, mint 96 játékos, sőt, inkább ez a jellemző. Viszont Lennonnak most ez esetben tényleg mindössze 2 meccset kellett nyerni, de ezt majd csak a kiszálló után. Megvan 2 nyíllal az 59.
Itt konkrétan John Henderson győzte le az első meccsén 6-3 arányban Steve Lennon, majd pedig a bejutásról döntő találkozó az Ricky Evans ellen volt, az ellen a Ricky Evans ellen, aki a Dutch Darts Championship eddigi egyetlen kiírásán a 2018-as versenyen döntőt játszott, ugye Ian White a címvédő, de hát biztosan tudjuk, hogy nem lesz címvédés, ugyanis Ian White sem tudott kvalifikálni a tornára. Boris Kröcsmár Kim Berry ellen, illetve Ted Evets ellen nyert, egyaránt 6-4 arányban, úgyhogy nagyon konstans volt a horvát teljesítménye, és hát két olyan játékos legyőzni, mint Berry és Evets, azért ez alapján nem gondolom, hogy érdemtelen az, hogy Boris itt van ezen a tornán. Az egymás ellenével már nehezebb egy picit a dolgunk, mert hogy soha nem játszottak még egymás ellen hivatalos mérkőzést, legalábbis nem találtunk erre utaló nyomot az interneten. 96. Mindenesetre a játékuk nagyon stabil a továbbiakban is. 95 körüli átlagon vannak mind a ketten. Mind a ketten első nyílban megadották eddig a kiszállójukat. És ez is most egy gyönyörű kerekítés. 171. 36 így a maradék Steve Lennonnak. Az viszonylag ritkán szokott előfordulni a pénteki első mérkőzésünk ilyen jó színvonalú, pedig ez is most 140 Kröcsmártól. Jóval, beindítják itt a napot nekünk, és a dupla 18 elsőre megvan. Két nyíl, két sikeres nyíl egyelőre a duplákon Steve Lennonnál. Nem várt szektorhiba ezúttal Boris Kröcsmár esetében. Nem esküszöm meg rá, de talán ez volt az első szektoriban még a mérkőzésen. Nem biztos, de mivel olyan stabilan dobogatták ezeket a százasokat, vagy 96-ot. Kedvedért gyorsan visszapörgetem. Nem, ez a második volt hát, Boris-tól. A negyedik legben a második szektoriban. Felháborító. Hát az tényleg. 100. Most is nagyon stabilan jön ez a százas. Ez általában egyébként jó szokott lenni, hogyha valaki stabilan játszik. Most viszont mind a ketten azok, úgyhogy nem segít az, hogy az ellenfélnek lennének bármiféle kilengései egy-egy legben. Ilyen, és nem nagyon van. Na, még egy szektorhiba, eddig ezt sikerült korrigálnia. Most viszont úgy látom, hogy nem, mert ez csak 45. A 271 pontja maradt ezzel. 100. Ez így azért baj Kröcsmárnak, mert itt nincs kiszállón, az a 171, ez ugye pont nem jó. 96. Lennon viszont igen, hamarabb dobhat kiszállóra. 60. Steve Lepire 148. Tripla 18 már rendben van, viszont a harmadik nyíl a szektorhiba, úgyhogy marad a 70 pont Lennonnak. Kröcsmárnak kellett volna a tripla 20, így nem lesz meg a kiszálló 111-ről. 70-et egyszer már megoldotta Lennon, az ráadásul két nyílból, az most nem lesz meg. Háromból dupla viszont 8. Meg lehet. Ís, az első elrontott nyíl a duplára. Boris required 52. Lehet, hogy a legbe kerül. És közben kaptam egy kérdést, de na, szektorhiba, és a dupla 16. Megoldja, Kröcsmárnak továbbra sincs hibája a duplán. Kaptam egy kérdést, de azóta már tártalanná vált Bedétől, és ezt kedves nézőknek is, aki esetleg lemaradt volna az elejére, hogy volt egy kis aszinkron a közvetítésben, hogy csúszott a hang a képhez képest, de úgy néz ki, hogy azóta a holland kollégáknak sikerült megjavítani, és így most már rendben van minden, úgyhogy akkor halljuk a hangot, amikor ténylegesen az adott esemény történik, azért így mégiscsak kényelmesebb. Itt vannak az átlagok, Kröcsmári most egy picit lejjebb csúszott. 55. 100.
100. Azért a hollandok majd a hétvégén rengeteg holland játékos láthatnak hazai pályán játszani, hazai színpadon játszani. Összesen 11 holland játékosunk van, ugye ketten közülük eleve kiemeltek, nem meglepő módon Michael van Gerwen és Dirk van Duivenbode, tehát ők csak holnap kezdenek. A másik 9 hollandot viszont ma láthatjuk, és több esetben egymás ellen is fognak majd játszani. Este, az esti programban lesz majd 2 holland házi meccs egymás után is. Délután meg majd angol házi meccsek lesznek, így, hogy a Williams Athouse elmarad, akkor az azt jelenti, hogy a utánunk következő 2 mérkőzésen egy olyan csak angol játékosok lépnek majd tábla elé. Próbáltam információt találni arra vonatkozóan, hogy Athouse miért lépett vissza, de... Williams. Nem Williams lépett vissza. Nem. De Williams lépett vissza. Williams lépett vissza, igen, Athouse jutott tovább. Közben Lennon megoldja a kiszállót kétnyiból 48-ról. Ez fura, mert nekem úgy írta ki, mintha Williams lenne a tovább jutó. Nem, aha, akkor viszont elsőre nem volt jó a live score-on a jelzés. Ez egy egészen friss történet lehet egyébként, tehát mi is itt abszolút biztosak voltunk abban, hogy a mai nap folyamán 16 mérkőzés lesz, és nagyjából 10 perccel a kezdés előtt jött ki az első hivatalos információ arról, hogy el fog maradni, de indoklás nem érkezett hozzá azóta sem, hogy mi történt Williams-szel. Ugye Humphries konkrét okairól sem tudunk, de legalább az már tegnap este kiderült, hogy nem vállalta a szereplést most. Ilyenek előfordulnak. 93 a folytatás Lennontól. Gondolom Humphries-zel kapcsolatban, hogy viccesen a csúcson kell abba hagyni, és egymás után nyerte a fordulókat. Hát nyilván megvan a maga oka annak, hogy miért nincs itt. Karocs már foghatja a fejét, mert így 186-tal nincs kiszállón. 132. Így viszont Lennon sincsen kiszállón. És Kröcsmárnak jön a tripla, marad a 86 pont, így még mindig helyzeti előnyben van a horvát. Ennek a beceneve Dum Dum. Ellenfele Scuba Steve, a Búvár Steve. És a bulla végére. És nagyon az szép jó kiszálló. Is. Kröcs már egyelőre nem hibázott a duplán, de Lennon is mindössze csak egyetlen egyet, tehát ez a 3x3, 3x4 az eléggé barátian néz ki. Igen. Hát megdolgoznak a pénzükért. Megbizony. 180 még nem volt a mérkőzésen, és nagyon érdekes, hogy 140-ből is mindössze csak 2 darab testvériesen megosztoznak egy-egy arányban, viszont Borisnak ez már a 18. 100 pluszos dobása volt, Lennonnak pedig van 13 darab. Tehát azért eltalálják ők rendesen a triplákat, most is jön a 97-es. Én azt hiszem, ezek a 140 pluszosok úgy néztek, hogy Kröcsmának volt egy 140-e, Lennonnak meg volt egy 171-es kerekítője 36-ra, úgyhogy ez azért rendben volt. 180. Na, itt az első. Kicsit lemaradtunk róla. De lehet, hogy egy lesz az egész mérkőzésen, akkor sem engedjük ki hangunkat. Na, 140. Kellett nekünk így egy igen, kicsit kocogatni őket. Kezd ez alakulni, nézd, és jön a folytatás Kröcsmártól. No, még egy tripla esetleg, nem fér oda. 100-as adobás. Megvan a tripla 20, tripla 18, az is jó. Megvan Bull, rögtön az elején. 139. Nem sok hiányzott. Meg lehet oldani a 121-et. Tripla 17, és az ott jön. Is a Bull a végére. És ő sem oldja meg. Itt az első hibája Boris Kröcsmárnak a duplán. Lennonnak az előző volt a második. Még mindig egészen kimagaslóak a kiszállózási mutatók. És maradnak is azok, ugyanis a 25 megvan kétnyílból. És természetesen a színpadon már megszokhattuk, hogy ott van a magyar kontingens egyik oszlopos tagja, Bata Bogdanov Daniella. Ő írja Steve Lennonnak a pontjait a mérkőzésvezető mellett állva, akiről egyébként még nem említettünk szót, hogy új legény van a buliban.
egy angol fiatalember. Charlie Corstorfine-nak hívják az urat. Nagyon szépen köszönöm Batai Józsinak, hogy volt olyan kedves, és elküldte a vezeték nevét is az urat, mert annyit értettem, hogy Charlie, de a többi nem volt meg. Úgyhogy egy új speaker. Reméljük, hogy még lesz alkalma megmutatni, hogy milyen is az, amikor 180-at kiállt. 180, és elvettem tőle a lehetőséget. Nem baj, nem baj. Valószínűleg a következő meccsen is itt lesz még velünk, és akkor tudja pótolni, vagy akár... 180! És akkor most, mindenki boldog. Hát nem egy raspberry, de azért nem rossz. Kell még inni pár viszkit, meg elszívni egy-két szivart mellé, és jó és lesz. Akkor megvan oldva. 94-jel, Leon 131-en, viszont Kröcsmár 81-ről megoldhatja, 12, és a bulla végére. Nincs meg. 131. És azt ugye ne felejtsük, hogy lement már 7 leg, és eddig nem volt még break. Bizony. És most sem lesz egy előre. 101. Nem mondanám, hogy tudatos kerekítés volt 30-ra. Viszont nincs jelentősége. Nincs a jelentősége, két nyílból megvan Kröcsmárnak a 25 pont. Ninth leg, it's Steve to throw first. Game on. De nem lassít. 100 pluszos átlagon van egyébként az ír játékos. 99 a folytatás. Közben visszanéztem, hogy az előbb sikeresen bedöltem a speakernek, ugyanis nem 101, hanem 111 volt Lennonnak a dobása, tehát 20 pontot hagyott, jól kerekített. Csak a bemondás nem stimmel, de hát nem volt jelentősége tekintettel arra, hogy Kröcsmár megoldotta a leget végül. Itt pedig Lennon halad az újabb első pályás leggyőzelem felé, kiszállón van 3 körből. Kröcsmárnak kellene a tripla, de nincsen, úgyhogy 6 nyila van Lennonnak a 164-re. Ötvenhéttel maradt a 107. Pici nyomást lehetne ráhelyezni. Nézzük, hogy Kröcsmárnak sikerül-e. Úgy tűnik. Még egy tripla esetleg. 140. No. 100 pluszos kiszálló még nem volt a mérkőzésen. Lennonnak kellene, hogy tartsa a kezdését. Dupla 20. És megoldja! Nagyon szép! Itt az első 100 pluszusunk is. És ezzel már csak egy legre került a mérkőzés megnyerését a Steve Lennon. S továbbra sem volt break, továbbra is mind a ketten nagyon jó százalékkal oldják meg a kiszállókat. Hát ha ez a Premier League-ben lenne ez a mérkőzés, na ez egy sima X-es meccs lenne, de hát itt ez hát nem ha lenne X a Premier League-ben, de ugye az új szisztéma szerint már nincsen. A régi lebonyolítás szerint, igen. A mostaniról majd azért szerintem még két mondatot biztos beszélünk majd, de először nézzük meg, hogy mi lesz ennek a léknek a vége. Hát csak annyival tudom summázni a tegnap estét, hogy végre nyert egy estét Michael Smith. Szerintem ő is ezzel tudta summázni, végre. Ez, így ez legalább a végére összejött neki, bár ugye már nem volt neki matematikai esélye, hogy bejusson a négy közé. Hát nyilván a legnagyobb kérdés az volt, hogy Joe Cullen vagy Peter Wright, még ugye Joe Cullen jutott be a legjobb négybe. Még Kröcsmár továbbra is jobb helyzetben van, főleg, ha visszadobja a 140-et. És vissza is dobja, 116 marad így. Bizony. Lennonnak figyelnie kell a matekra is. 18-as vagy bull, 18-as lesz, és tripla. Marad a 131 pont. Tripla 19, jó, kell egy szimpla belőle, és a dupla 20. Így, egy picit alatta. Lennonnak van így esélye a 131-ről megnyerni a mérkőzést. Steve,
Egy tripla jó? Tripla 13. Az, az is jó. Itt az első meccsnél. Nagyot szólt volna 131-ről kiszállni és megnyerni a meccset. De a dupla 10 elsőre jön. És én úgy gondolom, hogy ez a találkozó amennyire csendesen zajlik, annyira jó színvonalú, és meg is érdemli azt, hogy döntőlegben döntsék el, hogy ki lesz ott a második fordulóban. Egy kicsit sajnálni fogjuk a vesztes szerintem. Az nem is kérdés, akármelyikük is lesz, mert tényleg mind a ketten egészen fantasztikusan játszanak. Aki itt nyer egyébként, az holnap Dimitri Vandenberg ellen, a verseny 11. kiemeltje ellen fog küzdeni. 140 jó kezdés hátsó pályán. De jön a válasz is. Jön a válasz. Az is 140. Na hát erre a megoldás, hogy 180 lenne, akkor igazán jó helyzetben lenne Kröcsmár. Így 100-as minimum kéne, az jön, akkor így egál. A legtöbb mutatójuk csontra megegyezik egymással. Minimális az eltérés az átlagokban is, a kiszállójuk az pontosan ugyanannyi. Tényleg nagyon nehéz megmondani még itt most, hogy melyikük fogja végül behúzni ezt a leget. De úgy néz ki, hogy Kröcsmár 180! A legjobb pillanatban, amikor Lennon szektort hibázik és nem kerül kiszállóra, Kröcsmár kegyetlenül kihasználja. És kellene egy tripla. Nem jön, marad a 120, nem megoldhatatlan, de azért a 81 egy Kröcsmár szintű játékosnál meg lehet. Dupla 12, meg is van! A végére összejön egy négykörös 11-as formájában, és először és utoljára a meccs folyamán Boris Kröcsmár vezet, közben láthatjuk, hogy Takács Dani volt a másik oldalon az író, tehát ő itt a Borisnak a pontjait, full magyar kontingens az írói vonalon. Hát ez nem akármilyen felvezetés volt, 99-02-es átlag Kröcsmárnál, 97,7-es Lennonnál, parádés játék mind a két játékostól. Én csak azt kívánom, hogy akkor a következő 6 mérkőzésünk is hasonló színvonalú legyen még. És akkor délután. Az se baj, a 6-5 mindegyik. Így van. Legyen így. Legyen így. Hamarosan jövünk vissza a következő mérkőzésre.